Miért van szükségünk legendákra? Olyan meseszerű történetekre, amelyek egyébként valamennyiünket túlélnek. Őrizzük és továbbadjuk ezeket. Talán azért, mert az ember válaszokat keres kérdéseire, a természettel, az emberi természettel és bizonyos rejtelmes esetekkel kapcsolatban is. És ha a kérdésre sehonnan nem jön a válasz, hát ő maga kitalálja. A városi legendák, amelyek összetartanak egy közösséget. Tehát mindegy legendának van egy közösség megtartója. És erre gondolunk, hogy legenda az olyan szívmelengető érzés ebből a szempontból, más szempontból pedig egy picit megmosolyogtató is, hiszen mindegyik legendának vannak úgynevezett csodás elemei, amelyek nem biztos, hogy úgy történtek, és szájhagyomány útján terjednek, hozzáadódnak ezek az a történetekhez, elvevődnek ebből a történetekből, de mindegyik történetnél fontos az, ami tényleg nagyon fontos, hogy összetartanak egy közösséget. És amit vagyunk a Sóstói erdőben, én nem is legendát mondanék, hanem mondát. Sőt, eredet mondát, hiszen az erdőnek az eredet mondája az, amely szinte mindegyik nyíregyházi ismer. És hogyha elmegyünk egy másik városba, akkor biztos megvan annak a településnek is a maga legendája. És azok az emberek, azok büszkék ezekre a legendákra is. És jó, hogyha generációról generációra továbbadódnak. A Sóstói erdő a szakemberek szerint minden bizonnyal egyike a nyírségi őserdők kevés számú maradványának. Az erdőt először 1426-ban említik. Kialakulásával kapcsolatban egy sokak által ismert legenda terjed generációról generációra. A nyírség egyik legszebb erdeje a mendemondák szerint csupán egy véletlen elírásnak köszönheti a létezését. A történet a 18. századból származik. Hát ez az eredet mondta, hogy említettem, ez biztos valamennyi nyíregyházi ember ismeri, összetartja az itt élő közösséget. A földes súr, akinek a nevéhez köthető, az nyíregyháza újra telepítő földes úr, a gróf Károlyi Ferenc. Több változatban fennmaradt. Az egyik változat szerint azt írják le, hogy ez a földes úr valahol Bretagne-ban járva látott hatalmas mák mezőket, mák földeket, és aztán küldte haza az ispánjának, hogy 1000 holdat vessen be mákkal. A másik variáció szerint ez a földes úr éppen Bécsben tartózkodott, és Bécsben akkor a máknak nagyon jó ára volt, és ami kicsikét elszegényedett földesurunk szeretett volna ebből pénzt látni, és akkor szintén megüzente, hogy akkor a ispánja az 1000 holdat vesse be mákkal. És akkor az egyik variáció szerint a lúdtól volt az, amely nem úgy fogott, ahogy fognia kellett volna, aztán nem maradt, meg a tinta is elhalványodott, aztán az ispán mák helyett makkot olvasott, és egy év múlva, amikor a földesurunk hazatért, megszemlélni a terepet, hogy mennyire ügyes volt az ispánja, akkor bizony mákföldek helyett makkot látott. És ez a Sóstói erdőnek a keletkezése, az eredet mondája. Ennyire a nyíregyházi erdő mondájára maradunk, akkor konkrétan tudjuk azt, hogy volt egy tanító, Ferenczi Sándor, aki rábukkant erre a legendára, és akkor ő volt az, aki ezt a gyerekeknek, akiknek tanított, sőt, ezt ki is adták egyébként, de megjelent egy olvasókönyvben ez a legenda, és azt a nyíregyházi gyerekek olvasták és hozzáadták, és biztos ők is megmosolyogták a történetet, de mindegyik a maga módján aztán felnőttként tovább is adta, és jöttek ide távolról, akkor gondolom én, hogy ezt a távoliakkal is megosztották. Legendáknak, az embereknek szükségük van. Tehát akik helyi történelemmel foglalkoznak, azok is mosolyognak-e történetek földet, viszont érdekes módon továbbadják, mert tudják, hogy az embereket összekötik. Az embereknek kortól függetlenül szükségük van mesékre. A felnőttek számára ezek a mesék lehetnek mondák, legendák. Ez alapvető emberi igény szerintem, hogy kicsi kortól kezdve, hogy ahogy belénk kivódnak ezek a mesék, aztán felnőtt koromban is valahogy már biztos, hogy átértékelődnek, de azért jó megőrizni ezeket a meséket, jó továbbadni.
Az erdő keletkezéséhez fűződő legenda csak egy a fennmaradt sóstói történetek közül. Egy másik szerint a tóba belesüllyedt egykoron egy vigadó. Egy régi legenda szerint a Nyíregyháza sóstó gyógyfürdőn található tó közepén eredetileg nem volt sziget, azt mesterségesen hozták létre, s azon épült egy nyári mulató a vigadni vágyó ifjúság örömére. Ám az egyik nyári éjszakán a semmiből egy nagy vihar keletkezett, és a mulatót belesodorta a tóba. Azok a fiatalok, akik épp ott töltötték az estéjüket, belefulladtak a vihar által felkorbácsolt vízbe a zenészekkel együtt. Emiatt gyakran azzal ijeszgetik a fiúk a lányokat a sóstói séták közben, hogy a víz alól néha hallani lehet egy-egy halk hegedűszót, amely az elsüllyedt mulatóból csendül fel. Most jelent meg egy kötet, Scholz Róbert szerkesztésében mesél a sóstói erdő. Ott konkrétan ezek is, illetve minden sztori, ami az erdőhöz kötődik. Tehát Krudi Gyula volt még ennek a legenda készítésnek az egyik nagy mestere. Hát biztos, amiket ő leírt, egyik kedvenc témája volt a helyi témájú művei közül a sóstói erdőkhöz kötődőek, és hát abban is hát vagy úgy történtek, vagy nem úgy történtek, de az emberek is, ezt is tovább adják. Hát itt vagyunk a közelben a Kneipp sétányon, a Kneipp Páternek, a Beduinok, a Nyíregyházi Beduinok című művében írta le azt a sztorit. A Kneipp sétányhoz kötődő Krudinak a változata, volt ez a Páter, aki azt a gyógymódot találta ki, hogy bizony az emberek jó, hogyha mezétláb, mesztérláb járkának az erdőben, és erre a nyíregyháziak rátettek egy lapáttal, ők már nem csak mesztérláb vándoroltak a sóstói erdőnek a hűs, harmatos füvében, hanem bizony mesztelenre vetkőztek, és voltak, akik ezt észrevették, és megtrépálták őket, és elradták a ruhájukat, de aztán voltak, akik megsegítették, és nem mesztelenül kellett visszamenniük a városba. De nyilván ki, milyen emberek voltak ezek? Az értelmiségiek. Voltak nagy riadalmak is, a legnagyobb talán akkor, amikor a Sebastian Kneipp tanácsát megfogadó férfiak mesztelenül futottak az erdőben és a tó körül, a piacra tartó asszonyok pedig sikoltoztak a látványtól. A polgármester végül két utat jelölt ki, így megnyugodtak a kedélyek. Ugráltak, virgonckodtak, mint fiatal csikók, sőt, felmásztak a fákra, és ott tornáztak, kiáltoztak. Úgy éltek, mint az ősemberek. Írta Krudi Gyula a különleges szokások láttán hallatán. A Nyíregyházi Beduinok című művében így ír a terápiáról és annak vélt hasznosságáról az író. Egy nyári reggelen megint csak együtt volt a kártyázó társaság a sóstón, amikor valamelyik gibic elkiáltja magát. Jön Ungerleider doktor, a messzi erdei úton valóban feltűnt az öreg doktor alakja. A pincérek már tudták, hogy mit kell csinálniuk, hogy a doktor prédikálásának véget vessenek. Gyorsan lehúzták a kártyás urak lábáról a cipőket, lábukat pedig egy sajtár vízbe állították. Ugyanekkor vizes törülközőket hoztak elő, amelyekkel az urak homlokát bekötözték. A napba arnyított arcú férfiak olyanok voltak a fehér kendők alatt, mint a beduinok. Persze, a muzsikus cigányok is felrakták a kendőket. Nos, hát igaza volt Kneipp Páternek, használ a kúra az egészségnek, de rontja a kártyajátszást, mondta az egyik úriember az ámuló doktornak. A sóstói fürdő azóta megint megváltozott. A régi urak helyén szerényebb vendégek fogdossák a tölgyfák cincéreit. Az idei nyáron éppen a fürdőzésre szorult köztisztviselő kaptak ott kedvezményes ellátást a jubiláló Nyíregyháza város gavallérságából. Az erdei gyalogutakon sem találkoztam már ruhátlan úriemberekkel. Akármennyire meghosszabbították és életüket a nyíregyházi reformmal javított Kneipp kúrával, végül csak a morgó temetőbe kerültek. Ez is egy olyan legenda, amit ugye megörökítésre méltó, és a városvezetés ezt meg is örökítette, konkrétan táblákkal jelölt ki egy útvonalat, amelyet a Kneipp sétánynak is nevezett el.
A sóstói szikes tavunk nem csak a fürdőzőket vonzotta, hanem fontos nyersanyag lelőhelyként is szolgált, hiszen a gyakran kiszáradt folyómederben kivirágzott a szóda, a sziksó, amiről a tó is a nevét kapta. Az egyik forrás szerint Sóston 1804-től van szódagyár. A tó északi partján felépült gyára az 1840-es években még a fénykorát élte. A szóda üzemszerű gyártása az 1850-es évek végén megszűnt, de még voltak, akik foglalkoztak sziksófőzéssel, és az így nyert szódás vizet a mosáshoz, akár házhoz is szállították. A szódagyár épületei közül legtovább az a ház állt, amelyet utoljára strandolók öltözőként használtak. Dienes István régész múzeológus szerint az épület fala 11 szótagot tisztán visszaütött, ha a csónakban ülve a tó felől neki kiáltottak, a partra lépve pedig a 12-et is visszamondta. A sóstói visszhang az épület 1965-ben történő lebontásával tűnt el. Ma a szódagyár emlékét a Szódaház utca őrzi Sóston. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.